Csak 4 másodperc, és már meg is kapta a tolnai Szent István gimnázium diákja a koronavírus elleni vakcinát. Tolnán pénteken a városi sportcsarnokban oltották a diákokat. Ezen a napon 35-en vették fel így a vakcinát. Hát én azért vállaltam az oltást, mert belegondoltunk, ha bármi lenne, akkor orvoshoz se lehetne menni nélküle. Tolnán nem csak a városban élő diákokat oltották, hanem a környező falvakból is ide érkeztek azok a fiatalok, akik védetté akarnak válni a koronavírussal szemben. A gyerekeknek egy szülői beleegyező nyilatkozatot is kellett hozniuk. Többen közülük azt mondták, a szüleik tanácsára vették fel a vakcinát. A családommal úgy döntöttünk, hogy legyek beoltva, hogy tényleg ne történjen semmi velem, és ezért. Idehaza a 12 és 18 év közötti fiatalokat a Pfizer készítményével oltják. Az iskolai kampányoltás augusztus 30-án kezdődött, és egészen péntekig tartott. Tolnán voltak, akik a szüleikkel, vagy éppen a nagyszüleikkel érkeztek. Azért jöttünk az oltásra, mert biztonságot szeretnénk. Születtek ikreink, unokáim, mindenki be van oltva a családba. Csak még ő nincs beoltva, és biztonságban akarjuk tudni az egész családot. Eközben a héten közzétett szennyvízkoncentráció adatok arra utalnak a szakértők szerint, hogy a fertőzöttek száma a következő hetekben folyamatosan nőni fog. A szakemberek ezért azt kérik, hogy aki még nem tette, adassa be valamelyik vakcinát, aki pedig már legalább 4 hónapja megkapta a védettség kialakulásához szükséges dózist, kérje a 3. oltást is.